Vegyes érzelmekkel fogadták a partizánbázisok, a bajmoki és a kozják utcák földes utainak kőzúzalékkal való beborítását a vasutas helyi közösség lakói. Sokak véleménye szerint a munkálatokat nem végezték el kellő szakértelemmel és alapossággal, ám mások még ezzel is elégedettek, hiszen eddig áldatlan állapotok uralkodtak. Esőzésekkor közlekedni sem lehetett ezekben az utcákban a hatalmas kátyuk miatt. Az, hogy ezt az utcát nem csinálták még rendesen, nekem ez a véleményem. Nagyon jó, hogy megcsinálták, örülünk neki, de rendesen kölött volna, nem így. Ide a szakembernek kölött volna gyűnni. Hát, vagyha ha nem aszfaltot, ezt is, de ez is, ne, ez is, egy két év tönkrevé. tönkre Hát itt lent már hány csinálták, az mindig kigödrösödik. Kako je bilo, szádi szuper. Várna je szuper. Tudom, hogy bilo blato, de, de csak mi decenni szó mogla a kőtörmelék mellett más fejlesztés is volt. A helyi közösség Hunyadi János és Puskás Tivadar utcája közvilágítást kapott, sőt a legforgalmasabb utca egyik szakasza is fel lesz újítva. A Szabadkai Vasutas helyi közösség egyik legforgalmasabb útja a Majsai út. A közel jövőben új aszfaltburkolatot fog kapni az iskolától az első körforgalomig. Más beruházásokra is vannak ígéretek, a piac kérdése már régóta megoldatlan közös indítványozás volt a piac felé, hogy mivel hogy a vasútas településnek 6000 polgárja van, köztudott az, hogy nagyon népszerű, ugye az a kialakított üzleti központ mondhatnánk, és egy ideiglenes piac. Na most azt az ígéretet, meg az az információnk van, hogy július végén, legkésőbb augusztus elején ennek a piac területe meg lesz egy tényleg egy, egy olyan nivóra lesz téve, hogy ahol kulturált módon bírják a, a mindennapi beszerzésüket az itteni polgárok ugye elvégezni. Kikit Attila hozzátette, számos égető problémával kell még szembenézniük a helyi közösség lakosainak, az egyik ilyen gondosszennyvíz elvezetés hiánya, amelynek megoldása még várat magára.